az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Május 5-e van, egy különleges nap. Sokan féltek ettől a naptól, ugyanis ma van a matematikai érettségének is a napja. Ehhez kapcsolódóan Aggeus próféta könyvéből hoztam egy részletet. Ezt mondja a seregek ura: gondolkozzatok el magatartásotokon, menjetek föl tehát a hegyre, hozzatok fát és építsétek újjá a templomot. Kedvem találom majd benne, és megdicsőülök általa, mondja az Úr. Bőtermésre számítottatok, és lám szűkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? Mondja a seregek ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever. Mindegyiketek csak a maga házával törődik. Ezért nem adta meg az ég az esőt, ezért nem adta meg a föld a termést. Ebben a részletben az ószövetségi istenképpel találkozunk, ahol Isten haragos lett a népére, amiért nem építették újjá a templomot, hanem a saját házukkal törődtek. És ez a harag megjelenik abban is, hogy a természetnek az adományát, kegyelmeit, azt nem adja meg a népnek, ami jelentse a földnek a termékenységét, vagy az esőnek az áldását. Számított a nép Istenre, de nem kapták meg. A szám szó a Bibliában nagyjából 572-ször szerepel valamilyen formában. Leggyakrabban igékben a beleszámolni, számításba venni, megszámolni, ezek a leggyakoribb igék. Számítani. Ez az ige, ez két jelentésű ige. Egyfelől jelenti a matematikai számítást is, ahogy összeadjuk, kivonjuk, összeszorozzuk, stb. Másfelől a számítani ige az a bízni, hinni, ezeknek az igéknek is a szinonimája. És azért választottam ezt a részletet, mivel úgy láttam, hogy ebben a részletben mind a kettő megjelenik. A nép számította a termést, hogy mennyi búzát tudnak betakarítani, mennyivel fog meggyarapodni az éléstár. Így is számítottak, másfelől meg számítottak az Istenre. Hittek benne, bíztak benne. És láthatjuk, hogy ez a számítás, ez sokszor nem elég. Nagyon gyakran beleesünk abba, hogy mi is csak kérünk, számítunk, elgondoljuk, hogy hogy lesz, aztán nem úgy lesz. És amit ebből a részletből magunkkal tudunk vinni a mai napra, hogy kérni tudjuk a Jóisten kegyelmét, hogy tegyen minket mindig készé arra, hogy számítani tudjunk. És az, hogy mi készek legyünk erre, ahhoz nyilvánvalóan rengetegféle út vezet, hogy mi számítani tudjunk benne, de először is magunkba kell nézni, hogy megtettem-e mindent annak érdekében, hogy számítani tudjak rá. Az érettségi kapcsán sokszor megfordult bennem, hogy megteszek-e mindent. Ez egy örök kérdés, amelyre a válasz az, hogy nem. Mert nem tudom, mi az, hogy minden. Sokat megtettem, de nem tudom, hogy pont azt, amit kell, azt megtettem-e. Viszont az a lelkület, hogy igyekszem, próbálkozom, az elég arra, hogy számítani tudjak. Úgy tudok már elindulni, hogy számítani tudok a Jóistenre. És arra, hogy készé tegyen bennünket, erre tudjuk kérni az ő áldását is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szép napot, sok sikert kívánok a számításhoz!